Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mi az ő gondolata? Hogyan érzi magát és mit fog tenni? Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást. A díjam 4000 forint. Ez a felvétel május 1-én jelenik meg. Ettől a naptól kezdve a szerencse bolygója Jupiter a bika jegyében lesz egy éven keresztül. Jupiter bolygó szerencsét hoz, ad lehetőségeket. Abban az életházban hat ki rád, ahol a bika jegye van a születési horoszkópodban. Ha például ez a hetes életház, akkor szerencse lesz a párkapcsolatban. Ha a hatos életház, szerencse a munkahelyen. Ha a kettes életház, akkor szerencse az anyagiak terén. Jupiter 12 évenként tér vissza. Gondold át, mit hogyan éltél át 12 évvel ezelőtt, vagy 24 évvel ezelőtt, vagy 36 évvel ezelőtt, és így tovább, mert hasonló az energia. Hasonlóan éled most át ezt abban az élet területben, ahol a bika jegye van nálad a születési horoszkópodban. Mától hat egy éven keresztül. És most megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Az ő gondolata felül látható. Megjelenik ezen a fehér paripán. De hátat fordít valaminek vagy valakinek. Lezárt bizonyos eseményt vagy lezárt egy bizonyos kapcsolatot. A kezében látható a tűz, ami jelenti a bátorságát, ezúttal bátor volt, és hátat fordít valaminek vagy valakinek. A tűz megvilágítja az új irányt, és ő tervezi ezeket a változásokat. Ami téged illet. Ő megjelenik itt a második képe, mint egy fiatal fiú. Ez jelentheti a fiatalos kisugárzását, vagy azt, hogy kicsit még olyan bizonytalan. A kezében van az arany kehely, ami jelenti a víz elemét. És a víz eleménél mindig érzelmekről van szó. Kicsit bizonytalan, de nyitott, kimutatni az érzelmeit. Lehet, hogy azért bizonytalan, mert nem tudja, hogy te ezt elfogadod-e, hogy hogy reagálsz erre. Az érzelmeit bal oldalon látjuk. Itt megjelenik, mint egy király, úgy figyelgeti az eseményeket. A kezében van a kard, amivel elvág valamit, lezár valamit. Ezek lehetnek a félelmei. Átteszi magát a félelmeken. Amit a kard még jelent, az a levegő eleme, hogy vannak ötletek, elképzelések, döntéseket hoz, és beszélni akar veled. Bal oldalon alul újra kelyhek láthatóak, tehát érzelmekről van szó, ezúttal az álmokról és az elképzelésekről. Itt lehetnek különböző álmok, mert például szeretné, ha sikerei lennének a munkahelyén, vagy szeretné, ha lenne nyeremény,
vagy szeretne veled boldog lenni. Tehát különböző elképzelések, álmok. Ha megvan a hite, és hisz abban, hogy ez az álom megvalósul, akkor tényleg így lesz. Mit fog tenni, az jobb oldalon látható. Itt is a fehér paripán ül, de itt más irány látható, hiszen mutatja az arcát, közeledik hozzád, lesz mozgás. Sőt, átnyújtja az arany kejhet, kimutatja az érzelmeit. És te ezt elfogadod, hiszen a hölgy téged szimbolizál, és a kezedbe veszed ezt a kejhet, tehát elfogadod, sőt, te is kimutatod az érzelmeket. Ezen a képen három kehely van, ez lehet egy kapcsolat kettőtök között és egy új irány, de lehet egy harmadik személy is, de megbízhatsz benne, hiszen látható ott felül, hogy ő már hátat fordított ennek a személynek. Tehát nem tudja senki, nem tud senki beleavatkozni a dolgaitokba. Vagy lehet egy harmadik nő a múltból, amit ő most lezárt. Amit ez a kép még jelenthet, egy meghívás, találkozás másokkal, vagy egy ünnepség. Mi fűz össze benneteket, az középen látható a magyar kártyán, amit a férjem készített. Itt betűkről van szó, és régi írás módról, az úgy nevezett rovás írásról. Ez hasonló, mint német nyelvű területen a rúnák, ami alul baloldalon látható, a rúna kártya. Most elgondolkozhatunk azon, mit jelent az R betű. Ez lehet név, ez lehet egy fogalom, ez lehet egy helység is. Örülnék annak, ha leírnád a kommentárba azt, hogy mit jelent számodra az R betű. Ami nekem eszembe jut, Rozália, vagy Rita, vagy Robert, vagy Roland, mint helység, Révfülöp, vagy Répcelak, vagy a Rába folyó, mint fogalom, nekem a Ráma jut eszembe most így hirtelen ez a margarin, de biztos vannak más fogalmak is, azért majd írd le a kommentárba, ennek örülnék. Ami a szimbólumot jelenti, ezt a régi írásmódot, az a két egyenes vonal, az jelenti a te életutadat, meg az övét, de van köztetek kapcsolat, és ez a kapcsolat megmarad. Ez stabil, valami összeköt benneteket. A rúna kártya alul bal oldalon van, és ez a rúna jelenti a jeges esőt. Itt vihar van, kellemetlen helyzet. Sőt, látható, hogy a farkas üldözi a fehér lovat, de a fehér ló gyorsabb, úgyhogy elmenekül. Akkor is, ha most benne vagyunk egy olyan helyzetben, ami olyan viharosnak tűnik, mi ebből kilépünk, elrohanunk előle. A napi kártya ott alul jobb oldalon látható, én viccesnek tartom ezt a kártyát, hiszen itt megjelennek a bosszik, és találkoznak éjszaka, egy ilyen teli hold éjszakán. De én itt nem látok semmi veszélyt, semmi negatív kihatást, én inkább olyan vidámnak látom a boszorkányokat. Ez jelentheti most azt, hogy jó lenne találkozni másokkal, megvalósítani az ötleteket, és vidámnak lenni, kicsit kimozdulni, mozogni, táncolni, találkozni másokkal. Számomra ezt jelenti a kártya. Hogy mit jelent számodra ez a kép, ezt leírhatod a kommentárba. Ennek is nagyon örülnék. Én itt vidámságot látok ennél a kártyánál. Sőt, mondhatnám azt is, hogy nagyon tetszik a kép.
Tehát legyünk vidámak, nevessünk, találkozzunk másokkal, például este kicsit kimozdulni, nevetgélni, ez jutott eszembe a kártyáról. És ez volt a felvétel, amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra, leírhatod a véleményedet a kommentárba, és meglátogathatsz a Facebook oldalamon Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici, ahol naponta beszámolok a Maja naptárról. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!